Dante Poklától van miért félnünk, különösen akkor, ha Marco Castelli olasz szaxofonművész zenei kíséretében láthatjuk a Dante világát megidéző első néma filmet. Az 1911-ben készült olasz játékfilmet a Quasimodo költőversenyen mutatták be a közönségnek Dante halálának 700. évfordulója alkalmából. A film számos speciális effektet tartalmaz, amit akkor fejlesztette ki, hogy minél látványosabb legyen a pokol. No, niente affatto. Con l'inferno non si scherza e Dante. A pokollal nem nagyon lehet viccelni. Dante se viccelt vele. Megírta maga művészi eszközeivel, leírta, hogy hogyan is néz ki ez a pokol, és tulajdonképpen arra is egyfajta magyarázatot adott, hogy miért kerülnek oda azok az emberek, akik az igaz utat nem lelik, ahogy ő sem lelte az igaz utat, ugye, és a nagy sötétlő erdőben került. És aztán a filmben ugyanezt a század elején, több mint 100 évvel ezelőtt a film sajátos eszközeivel sikerült újra vászonra varázsolni. Pokol című filmet Bolognában restaurálták. Ma már több nyelven látható, a Dante emlékév miatt bejárt az egész világot, mondta Gabriele La Posta, a Budapesti Olasz Kultúrintézet igazgatója Balatonfüreden. Dante világa az isteni színjátékban a pokol annyira plasztikus, hogy Magyarországon a Millennium körül 1896-ban Gárdonyi Géza javaslatára 19 óriás vászonképet készítettek és kiállítottak egy épületben, ahol végig sétálva kedvükre elszörnyűködhettek a nézők a körképen. A vállalkozás jól ment egy ideig, tódultak az emberek, még Erzsébet királyné is megnézte a mutatványt, de 1897-ben már bezárták a látványosságot. Idézte fel Dante korabeli magyar megjelenését Szörényi László irodalomtörténész. Hozzátéve, hogy Gárdonyi Géza maga is nagy Dante rajongó volt, és 1896-ban lefordította az isteni színjáték Pokol című első részét. Gabriele La Posta a magyar-olasz kulturális kapcsolatokról a 29. éve megrendezett költőversenyről elmondta, rendkívüli ez a kulturális híd a két ország között. Ez a tény, hogy ez már a 29. kiadása ennek a költőversenynek, amit Salvatore Quasimodo emlékének szentelnek, ez sokat elárul arról, hogy milyen komoly munkát végeznek önök, milyen komoly munkát végez a Balatonfüredi Önkormányzat. Olaszország részéről biztosíthatom önöket, hogy a támogatás soha nem fog elmaradni, nem fog megszűnni. Marco Castelli szaxofonművészt hallhattuk még Balatonfüreden Felipe Gédával és jazz triójával a költőversenyen, ami olasz kerti partival fejeződött be a Vasari villában.